Jó estét kívánok, a híradót látják itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban. 2016. február 23-án, kedden 19 órakor. Híradásunk tartalmából. 2016 pályázatai, közművelődési, sport és egészségvédelmi alapra lehet jelentkezni. Egyre divatosabbak a designer drogok, már a tartásuk is büntethető. Nőnap a Flash központban színes programokkal várják a hölgyeket. A 2014-2020-as ciklus pályázati kiírásai 2015 évvégén, 2016 elején jelentek meg. Moson-Magyaróvár város önkormányzata az idejében is próbál minél több pályázatot megcélozni, ezzel fejlesztve többi között a város gazdasági életét. Kerékpárutak, inkubátorház, ipari park, elkerülő út. A többi között ezeket fejleszteni, illetve hozná létre az önkormányzat pályázati forrásokból. 2016 fontos év a tenderek szempontjából. A városi önkormányzat próbál minél több lehetőséget megragadni, hogy nyertes pályázatok születhessenek. Az önkormányzatnak elég széles lehetőségei lesznek. Gondolok itt a régebben regionális operatív programoknak, most topos projekteknek hívott kiírásokra. Itt ez kitér, mint az egészségügy, mind az útépítés, mind a közösségi tevékenységekre. Tehát elég széles spektrumon mozog a pályázati lehetősége az önkormányzatoknak. Azonban nem csak az önkormányzatnak lesz lehetősége az idei évben pályázni. 2016-ban mind a magánszemélyek, mind a civil szervezetek három alapra jelentkezhetnek, közművelődési, sport és egészségvédelmi vonalon. A Városi Önkormányzat képviselő testülete utolsó testületi ülésén új rendeletet alkotott a pályázati alapokról. Az önkormányzat koncepciója nem változott a pályázatokkal kapcsolatban, azonban néhány gyakorlat szülte szabályt meg kellett változtatni, aminek köszönhetően gördülékenyebbé válik a pályázati eljárás. Fontos változás továbbá, hogy limitálni kellett a benyújtandó pályázatok számát is. Ez azt jelenti, hogy a három pályázati alap vonatkozásában mindösszesen összességében egy pályázó három pályázatot nyújthat be, minden egyes pályázatot külön pályázati űrlapon kell eljuttatni az illetékes osztályhoz. Fontos változás az is, hogy működési költségre pályázni alapvetően nem lehet, és a pályázati elszámolásokat segítendő az éttermi szolgáltatás esetében 20%-ot tudunk elfogadni és elszámolni a pályázatok kapcsán. 2016-ban a pályázóknak díjat kell befizetniük, ami a megpályázott összeg 1%-ának megfelelő mértékű. A pályázók figyelmét felhívják arra is, hogy a nem megfelelően kitöltött űrlapok érvényüket vesztik. A kitöltéshez szükséges fontos információk megtalálhatóak a www.mosonmagyaróvár.hu oldalon, vagy részletes tájékoztatás kérhető a polgármesteri hivatal ügyfél irányítójánál, vagy az önkormányzati osztály humánkapcsolatok csoportjánál. A pályázatok beérkezési határideje 2016. március 16-a, szerda déli 12 óra, ezután már nem fogadnak el pályázatokat. Az illegális drogokhoz hasonló molekuláris szerkezettel rendelkező szerek jelentek meg néhány éve a piacon. Ezeket főként a fiatalabb korosztály, a 12-35 év közöttiek használják. Sok esetben a klasszikus drogokhoz hasonló hatást váltanak ki, ezért bárki észreveheti, ha környezetében ilyen szereket használnak. Biofű, műfű, herbál, kristály, pikó. Csak néhány azok közül a nevek közül, amiket a napjainkban divatos designer drogok kaptak. A leginkább fiatalokat érintő probléma jelen van az ország egész területén, sajnos Moson-Magyaróvár is érintett benne. Legtöbbször eufórikus állapotot okoznak a szerek, de van, amelyik fokozza a hangulatot, a teljesítő és a szexuális képességet, míg egyes drogok növelik a pulzusszámot, tetrekészséget, izgatottságot váltanak ki. Mivel ezeknek a szereknek folyamatosan változik az összetételük, ezért hosszú időbe telik a bevizsgálásuk, így nem kerül mindegyik tiltó listára. Ennek következményeként a fiatalok könnyen hozzájuthatnak legálisan, akár az interneten keresztül is. 2016. január 1-től módosította a büntető törvénykönyvet. Eddig egy szerintünk hiányzó passzus került kiegészítésre, ennek lényegében már ezeknek a szereknek a nagy része is tartás ból kifolyólag is büntethetővé válik. Ez azt jelenti röviden, hogyha esetleg egy személynél a kollégák mondjuk ruházat ellenőrzést folytatnak le, és nála találnak olyan szert, ami mondjuk a pszichotrópia közébe tartozik, valamilyen szinten már listán is szerepel,
magának a szernek nem kell a fogyasztását megvalósítani, hanem maga a tartása is bűncselekménynek számít. A probléma leginkább a középiskolásokat érinti, de a szakemberek találkoztak már 12 éves gyerekkel is, aki kipróbálta valamelyik designer drogot. A pszichiáter szerint a legnagyobb probléma az, hogy olcsó és könnyen hozzáférhető, így bárki hozzájuthat a szerekhez. Egy nem reprezentatív felmérés szerint Moson-Magyaróváron hasonlóak a tapasztalatok, mint az országos trendek, minden hétvégén találkoznak drogfogyasztókkal a sürgősségén. Akut tünetként zavartság, rosszul lét léphet fel, de hosszú távon a szív, ideg és kiválasztó rendszer károsodhat. A sürgősségi osztályról tájékozódva el tudom mondani, hogy elég gyakori az ezek miatti rosszul létek, közérzeti problémákat okoz, hirtelen rosszul létájulás, pánikszerű problémákat említenek, tehát szívtünetekhez hasonló tünetek és közérzeti problémák alapvetően. A Drogpont munkatársai napi szinten találkoznak alkalmi és rendszeres fogyasztókkal. A tapasztalatok szerint legtöbbször családi, magánéleti, párkapcsolati problémákhoz vezethető vissza a drogok használata. A környezet könnyen észreveheti, ha a családban a gyermek vagy unoka kábítószerhez nyúl, hiszen egyértelmű jelei vannak ennek. Előfordul, hogy agresszív lesz, vagy pont ellenkezőleg egyre érdektelenebb lesz minden iránt, nem szívesen keresi mondjuk a szemkontaktust a családdal, megváltozik a baráti társasága, egyre szegényesebbek lesznek a kapcsolatai és a kommunikációja is. Gyakran sokkal nehezebben fejezik ki magukat, inkább csak ilyen kötőszavakat használnak, igen, nem, talán, nem tudom. Más lesz tényleg a kapcsolatuk mindenkivel. A szakemberek szerint legfontosabb a megelőzés a designer drogok esetében is. A családok próbáljanak minél jobb bizalmi kapcsolatot kiépíteni a gyerekekkel, beszélgessenek sokat, szervezzenek közös programokat. A fiatalok próbálják lekötni magukat szabadidejükben, találjanak hobbit maguknak, amivel szívesen eltöltik az idejüket, barátkozzanak és kommunikáljanak a szülőkkel. Ha már megtörtént a baj, több helyen tudnak segítséget kérni, többek közt a Drogpont munkatársainál, ahol beszélgetéssel, egy bizalmi kör kiépítésével próbálnak segíteni a fiatalokon. Egy mosonmagyaróvári férfit ellenőriztek a járőrök hétfő délben, miután az egyenruhásoknak feltűnt, hogy a férfi által vezetett jármű elejére egy egyedi hatósági jelzést szereltek fel, ami eltért a hátulján lévő azonosítótól. Ezután átvizsgálták a gépkocsit, aminek a könyök támaszából egy fecskendő került elő, amiben 14 g kristályos állagú kábítószergyanús anyag volt. A férfi az intézkedők kérdéseire nyugtalanul felelt, majd a zsebéből lefoglalt drogról beismerte, hogy pikó, amiből korábban fogyasztott. A tiltott szer használatát a vele szemben alkalmazott kábítószer gyors teszt pozitív eredménye is megerősítette. A rendőrök a 35 éves mosonmagyaróvári lakost mintavételre előállították, majd ellene kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntető eljárást. Színház és zene. Ezekkel a szórakoztató programokkal várják a hölgyeket a Szigetköz Agórájába március 5-én nőnap alkalmából. Jegyek a Flash központi jegypénztárában még válthatók. Bár hivatalosan március 8-án ünnepeljük a nőnapot, de a március 5-i hétvége tökéletes alkalom lehet a kikapcsolódásra, a szórakozásra és a pihenésre. Erre nyújt lehetőséget a Flash Károly Kulturális Központ, ahol egy különleges nőnapi partit szerveznek március 5-én 18 órától. Ez alkalomból Hújber Ferenc és Pindrós Csaba főszereplésével készült Nem most drágám című darabon, valamint Rakoncai Imre zenés estjén vehetnek részt a hölgyek és az urak. Bár a nőket ünnepeljük, mégis az urakhoz szólnék elsősorban, hiszen ez egy remek ajándékozási lehetőség, hogy meghívják párjaikat egy nevetéssel tűzdelt pikáns színházi előadásra, amelynek címe Nem most drágám, főszereplői pedig Hújber Ferenc, illetve Pindrók Csaba, ezt követően pedig egy gyertyafényes asztalnál finom falatokkal, illetve nagyszerű koktélokkal tölthetik majd az estét. A hangulatról Rakoncai Imre, a magyar könnyű zenei élet kiemelkedő zeneszerzője, dalszövegírója gondoskodik majd, aki a saját szerzeményein kívül jól ismert dallamokat is megszólaltat. Együtt figyelhetjük a nézését, a járását és bizony a csípőjének a ringását is. Az estére belépő a Flash Károly Kulturális Központ jegyirodájában váltható, ami tartalmazza a színházi előadást, a zenés táncos estet és a pezsgő koktélt is.
Idegenben szenvedett vereséget az MTE 1904 asztali tenisz csapata az elmúlt hétvégén. Az NB1-es forduló rangadójában a két legesélyesebb ellenfél találkozott a bronzéremért folyó harcban. A roppant szoros meccsen még 4-2-re is vezettünk, ám végül a hazaiak 10-8 arányban győzni tudtak. A vereséggel minimálisra csökkentek a Moson-Magyaróvári esélyek a bajnoki bronzérem megszerzésére. Kedves nézőink, ez volt a híradó itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban. Most az Abaúj Televízió életmód magazinját nézhetik meg. Friss hírekkel holnap este is a szokott időben, azaz 19 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!